A Vajdaságkutató Központ Egyesület szervezésében került sor Magyar Kanizsán a második közösségi napok elnevezésű programra. Az ifjúsági otthonban megrendezett, mintegy két órás fórum a Délvidéki Sajtóklubbal vette kezdetét, amelyben Gajdics Ottó és Szentesi Zöldi László magyarországi újságírók taglalták, hogy Európában mit ér jelenleg az őshonos kisebbség szava, és hogy ez miként változhat a választások után. Gajdics szerint ugyan már megkezdődött a témában a változás, de még mindig nagy harcok várnak ránk. A sajtóklub után Fejsztelmen Róbert polgármester köszöntötte a résztvevőket, elmondta, Magyar Kanizsán mindig is érdeklődtek a polgárok a politika iránt, és tisztában vannak azzal, hogy miért is fontos az európai parlamenti választásokon részt venni. A folytatásban a vajdasági magyarság helye az Unióban elnevezésű fórumon Dajcs Tamás és Deli Andor EP képviselők, valamint Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke beszélgetett arról, hogy mi a tétje a soron következő választásoknak, valamint hogy az elmúlt 5 évben miként tudták képviselni az Unión belül a kisebbségi érdekeket. Deli Andor képviselő arra fókuszált, hogy élnünk kell jogainkkal. Dajcs Tamás szerint 2019-ben olyan választás következik, ami előrelépést jelent a határon túli magyarok számára is. A lakossági fórum után a Dobó-Tihamér képtárban került sor a Képeslapok Magyar Kanizsa 20. századi történelméből című kép kiállításra. A képeken keresztül összehasonlításra került az egykori, 100 évvel ezelőtti és a mai városkép a digitális technológia segítségével. A közösségi nap szombati napja vendégszínházi előadással folytatódott. A szép számú közönség jól szórakozott Rejtő Jenő Rézrúd című kabaré válogatásán, amelyet a Móra Ferenc Népszínház előadásában láthattak. Az est zárásaként egy jó hangulatú, zenés, táncos retroestre került sor a Koktélklubban. Igazi tavaszi zsongásra került sor vasárnap a második közösségi napok második napján a Magyar Kanizsai Tiszaparton. A gyermekek részt vehettek hangulatkeltő foglalkozásokon, melyekre a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény szervezésében került sor. Játékok voltak újrahasznosított anyagokból, de volt célbadobás rongylabdával, mocsárjárás, gólyalábas, kézműves foglalkozások papírral és terméssel. A gyermekek Kárló a bűvész mutatványait élvezhette a folytatásban. A bűvész meg annyi trükköt mutatott, asztalt táncoltatott, bevonta a közönséget is, galambot varázsolt elő, de legnagyobb sikert a nyuszis mutatványával aratott a gyerekek körében. A folytatásban a Zenegír együttes koncertje következett, amelyben az együttes tagjai a gyermekeket is bevonták. Közösen énekeltek, és még meg is táncoltatták őket. Ezután családi mini olimpia vette kezdetét, melyen anyukák, apukák és gyerekek versengtek különböző játékokban. Volt labdapeca, várépítés, seprűadogatás, pingpong labdahordozás kanálban és kosbadobós játék is. A vetélkedőn 8 család vett részt, és a legjobbnak a Gyulai család bizonyult, míg a második helyezést a Gulyás család érte el, valamint a harmadik helyet a Körmöci család zsebelhette be. Az esemény a Vajdaságkutató Központ Egyesület szervezésében valósult meg. Az állandó programok 13 és 19 óra között zajlottak. A kilátogatók megtekinthették a Losonc Rezső emlékkiállítást is, de volt kisállat simogató Bújs Józsefnek köszönhetően, íjászat Szalma Tamás segítségével, lovaglás Bújs János vezetésével, arcfestés, légvár, kézműves foglalkozások az Oromi Zengőtájház és a Tisza Néptánc Egyesület, valamint a Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület közreműködésével. Emellett az eseményen részt vettek a Magyar Kanizsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is. Ezzel zárult a második közösségi nap Magyar Kanizsán, amelynek folytatása a Kanizsa Festen lesz, amire szintén várják majd a családokat.